Tanár úr kérem című rovat mai vendége, egyetemünk adjunktusa, Kárpáti György. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem budapesti kampuszán beszélgettünk vele. Én, aki mindig is a filmmel akartam foglalkozni, illetve egészen pontosan igazából mindig is filmkritikus akartam lenni, azt az első pillanattól kezdve tudtam, hogy ha ezt meg akarom valósítani, ezt a vágyamat, akkor az csak a fővárosban lehet. Tehát ez még a nagyváros sem volt elegendő lépték, úgyhogy igazából az úgy evidens volt számomra, hogy egy ponton elhagyom a szülővárost. Ilyen irányú kötődésem egyébként sem volt annyira erős, és ugyan először nem filmmel foglalkoztam, mert akkor is már dívott az, hogy az egy bizonytalan szakma, inkább az ember válaszol normális foglalkozást, úgyhogy egy szülői kérésre én a műegyetemre mentem először, ott töltöttem el 2 évet, és hát a műegyetem a fővárosban van, tehát ilyen értelemben kezdtem el ott az életemet felnőtt korban, és aztán néhány kanyar után tértem vissza a fővárosba. A műegyetemen én közlekedésmérnök szakon voltam, ami abból az ambícióból indult, hogy így igazából mindenből jó voltam, egyik tárgyból, meg egyik területből sem voltam olyan kiemelkedő, és akkor, amikor a fiatal még nem tudja, hogy mit akar csinálni, akkor tud egy olyan dolog történni, hogy mint az én esetem, hogy elmegyek a műegyetemre, és aztán másfél éven belül kiderül, hogy mi nagyon rosszba vagyunk, tehát én meg a műegyetem, mert hogy egyszerűen nem reál a beállítottságom, úgyhogy így igazából 2 év elteltével azt hiszem, hogy a műegyetem és én is úgymond közös megegyezéssel távoztunk, tehát mindenki elégedett volt ezzel a döntéssel. A történet az abból a szempontból kifejezetten érdekes, hogy a műegyetemen voltak olyan humán kurzusok, amik a nagy reál történetek mellett adtak olyanféle ilyen felüdülést a hallgatóknak. És ott voltak egyebek mellett filmes, meg médiás kurzusok, és az egyik ilyen tárgy felvételekor beszélgettem a professzor asszonnyal arról, hogy hát engem ez a dolog érdekel igazán, és kérdeztem tőle, hogy mi az, amit javasol. Tehát abban az esetben, hogyha én nem filmkészítő akarok lenni, nem teoretikus, hanem mondjuk kifejezetten a kritika irányába. És akkor ő mondta, hogy hát ugye a legnépszerűbb az ELTE, akkor már egyre jobban építették fel, hogy elinduljon kezdetben csak B-szakként, de utána már volt filmszak is. Viszont szerinte a legjobb ilyen gyakorlati képzés az Esztergomban van. Az akkor még ugye úgy hívták, hogy Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola, ugye ez volt a pontos neve, és hogy oda menjek, mert ott van egy olyan filmes specializáció, ami az újságírással párhuzamos, és akkor így van átfedésbe. Úgyhogy én akkor oda leballagtam, megnéztem, hogy mennyi a pontszám, hogy maximum pontszám kell, és plusz nyelvvizsga, és akkor azzal viszont az ember nagyjából bekerülhet. Ez nekem megvolt, és akkor gyakorlatilag nem is jelöltem be semmi más. Tehát a célzó vízzel jutottam el oda, és aztán utána az egyetemi kiegészítőt, mert a doktorit, azt Pécset csináltam, de én rögtön az első pillanattól kezdve tudtam, hogy ezt szeretném csinálni már a tanítást, úgyhogy amikor az egyetemet elvégeztem, a doktori program alatt már visszamentem Esztergomba, és ott a kommunikáció tanszék, illetve akkor a magyar és nyelvtudomány tanszékben volt ez beolvasztva, ők igazából örömmel vették, hogy óraadóként elkezdek közreműködni, és aztán hát a többi az így jött egymás után. De engem sose érdekelt a filmkészítés, ez lehet egy ilyen megúszósabb dolog, hogy akkor nincs az a felelősség, hogy egy nagy költségvetésű filmet, meg ilyen értelemben embereket, meg egzisztenciákat összefogni. Úgyhogy az, hogy írni szeretnék, és azon belül is filmről, ez volt a sorvezető, az, hogy ezt szeretném tanítani, vagy hogyha nem ezt, akkor az újságírást, az volt egy ilyen másodlagos dolog. A főállás, hogyha most így szigorúan veszük, az természetesen a Pázmány, és erre épül kiegészítésként szakmai más, minden más. Ugye én nem úgy mondanám, hogy az MNO-nak, hanem úgy mondanám, hogy a Magyar Nemzetnek a filmkritikusa vagyok, és ott a Magyar Nemzet online-on is megjelennek a tartalmak, de az elsődleges az a mai napig is legalább mégis a print. Illetve hát a FIPRESZKI, az a Nemzetközi Filmkritikusok Szövetsége, az pedig ugye a filmkritikusokat tömörítő szervezet, amivel én, mint nyelvet ismerő magyar filmkritikus viszonylag gyorsan kapcsolatba kerültem, és aztán utána alakult ki egy olyan kapcsolatrendszer, meg egy olyan munkaviszony, aminek a végén 4 évvel ezelőtt, vagyis egészen pontosan most még csak 3 évvel ezelőtt a magyar filmkritikusi szakosztály engem ajánlott, vagyis hogy delegált, mint alelnök jelölt, és akkor volt egy ilyen megmérettés, ahol ott megválasztottak, illetve ez a terminus, ez 2 évre szólt. Tavaly volt egy újraválasztás, és ott nagyon szerették volna, hogyha a megkezdett munkát folytatnám, úgyhogy így gyakorlatilag most még a második terminusomat töltöm. Ez jövőre lejár, nem hosszabbítható, tehát kérdés, hogy az én és a FIPRESZKI kapcsolat az hogyan folytatódik, de ugye mivel ott én a kommunikációért vagyok felelős, illetve az operatív munkáért, ezért
ilyen egyéb titulusokkal is szoktak így teleaggatni, tehát például a Tipreszki oldalának a főszerkesztője is vagyok, tehát valamilyen módon gondolom, hogy a gyakorlati munkát mindenképp szeretnék, hogyha továbbvinném, és amíg az ember terhelhető, addig így igazából ezeket a dolgokat tudja csinálni, ez az én esetemben, tehát az, hogy mondjuk háromszor annyit kell dolgozni, ez nem okoz akkora problémát. 7 óránál kevesebbet halszok, akkor nyűgös vagyok, tehát hogy igazából itt inkább a hatékonyságról van szó, amit valaki 8 óról csinál meg, abban nekem több fér bele, úgyhogy az elsődleges szempont természetesen, hogy a minőség rovására ne menjen semmi, tehát ez a legfontosabb, hogy addig vállalja az ember magát túl, amíg valamilyen szakmai vagy etikai hibát nem okoz. Itt nyilván a szakmai az elsődleges, főleg, hogyha egy országos napilaphoz ír az ember, és emellett még meglepő módon a szabadidőre is van idő, főleg, mert akármennyire furcsa, én szoktam mondani a hallgatóknak, kollégáknak is, hogy nekem nem is igazából az elsődleges szenvedélyem a film, csak a második, mert az elsődleges az az utazás, és én nagyon sokat utazok, amire meg nagyon sok idő kell, tehát és a dolog mégis valahogy összeér. Tehát nem kell lemondanom az utazásról, ami mondjuk néha, ha nagyon messzire megy az ember is hosszú időre, több hétre, akkor az bizony időigényes. Osváth Andrával beszélgettem néhány hete, és ő mondta, hogy egyszerűen vagy olyan ember talál az ember, aki ehhez a életvitelhez tud alkalmazkodni, vagy hasonló világnézetű, vagy szakmán belül érkezik, és akkor nem akkor a meglepetés, hogy ennyire kitölti az életét. És hogyha ezt az ember az ilyen partnert megtalálja, akkor ez a dolog teljesen jól működik párhuzamosan. Megjegyzem, egyébként szokták mondani, hogy mennyire leválasztható szakmaként, meg hobbiként a film, és a teljesen. Tehát, hogy azért ez nem úgy működik, hogy az ember beül a moziba, amit egyébként én nagyon gyakran teszek meg, és akkor nem tudom, ilyen tanári fejjel, vagy kritikusi fejjel nézi. Tehát én ugyanúgy bele tudok a legegyszerűbb banális történetbe is feledkezni, mint egy bármilyen laikus filmnéző. Tehát gyakorlatilag ugye az a vicces, vagy talán nagyon szerencsés helyzet áll elő, hogy a hobbim a munkám, és amikor munkaként csinálom, akkor az más, mint amikor hobbiként csinálom. Tehát gyakorlatilag ez egy, nem mondom, hogy ilyen agyi átkapcsolás, de hogy filmenként ezt el lehet választani, hogy én most ezt azért csinálom, mert erről írni kell, vagy ezt most azért nézem, mert egyszerűen érdekel, vagy egyszerűen kikapcsol, és nem akarok gondolkodni.